a Szent Ágota plébánia, Sárszent Ágota község önkormányzata, valamint a 10 éves jubileumát ünneplő Magyar Rákellenes Liga Sárszent Ágotai alapszervezete felkérésére az emlőbetegek védőszentje Szent Ágota tiszteletére szent misét mutatott be Spányi Antal megyés püspök a zarándok helyen. Az ünnep a Szent Ágota általános iskola diákjainak műsorával kezdődött. Boldogság a Szűz Mária, én tápláló dajkám. Jöjj az ördög szélén, áldozunk. A Szent Mise elején Siák Gáborné, a Magyar Rákellenes Liga Sárszent Ágotai alapszervezetének elnöke köszöntötte a főpásztort, a papokat, a megjelent közéleti vezetőket és a zarándokokat. A Magyar Rákellenes Liga alapszervezete minden évben próbálja meghívni azokat a rákbetegeket, a Magyar Rákellenes Liga által szervezett zarándokcsoportot, a helyieket, akiket valójában megérint a helynek a küldetése, és ugye természetesen fő vonala a Szent Mise, amit most már mondhatom azt, hogy évek óta Spányi Antal megyés püspök atya mutat be, és nagyon jó leső és megtisztelő érzés az, hogy ő mindig biztató szavaival erősít bennünket, olyan lelki támogatást ad a számunkra, ami nem csak arra a napra, hanem úgy egyébként az elkövetkezendő időre is nagyon mély nyomot hagy a lelkünkben. A misén túl mindig megpróbálunk valamilyen kulturális élményt is nyújtani az idelátogatóknak. Nyilván van, aki nem feltétlenül csak a hite miatt jön, hanem mindig próbálunk egy olyan pluszt hozzátenni, ami úgymond egy más tartalmat is tud nyújtani, akik ide látogatnak. Olyan ismert személyek is eljöttek hozzánk, és fölkarolták ezt a küldetést, ami számunkra nagyon nagy értéket jelent, mert hogy látjuk azt, hogy az az út, amin elindultunk, értelemmel és értékkel van kikövezve. Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke köszöntője után a település polgármestere Sebestyén Zoltán szólt a megjelentekhez. Nagyon fontos számomra, hogy ez a nap ezt tovább éljen, valamint szeretném, ha a mai mise és az itt hallottak, valamint a hely kisugárzása feltölteni önöket, és későbbiekben munkájuk során kísérni önöket, Szent Ágota emléke is. Árgyelán János, a Mi Hazánk Mozgalom operatív igazgatója és külügyi referense méltatta a zarándokhely közösségteremtő szerepét, majd Takács Béla képviselőtestületi elnök beszéde után Mészáros János plébános emlékezett vissza az alapítvány és a kegyhely elmúlt 10 évére. Isten kegyelmének támogatása nélkül az ember munkája oly mi keveset ér. Ezért imádkozunk ebben a Szent Misében, elsősorban Isten áldásáért, Isten kegyelméért, amit most ezen a helyen természetszerűleg Szent Ágota vértanúszűz közbenjárására kérünk. A Szent Misében Spányi Antal püspök az emlőbetegekért napjainkban is közbenjáró Szent Ágota kultuszáról beszélt, amely Sárszent Ágotát is élő zarándok helyé tette. Szent Ágotára, aki megszenvedte a maga életét fiatal korában, meg kellett mutatnia a lelki erősséget, a helytállást. Ő lett a melbetegeknek, emlőbetegeknek a védőszentje, és így egy kicsit az összes rákos betegnek a védőszentje. Ez a település Szent Ágota tiszteletére emelte ezt a templomot, és így egy imádság helyet kezdünk kialakítani itt. Egyre többen jönnek ilyenkor imádkozni, kérik Szent Ágotának a közbenjárását, segítségét, erejét, hogy a betegséget legyőzzék, hogy a betegséghez való küzdelemet, az égi erőt kapják, és imádkoznak a szeretteik is itt, hogy tudják türelemmel, szeretettel segíteni azt, akinek erre szüksége van. A település szereti ezt a templomot, szereti ezt a búcsút, ezt az alkalmat, ezt az imádságot, meg tudják mutatni maguk hitét és hitének erejét ilyenkor. A Szent Mise után a Huszics Vendel kórus adott ünnepi hangversenyt. A Szent Ágota napi programok ideje alatt ingyenes szűrővizsgálaton vehettek részt az érdeklődők.